way my own personal ones were. Yes, the fellow Muslim have a lot of white women. And anything went for behind technically like that is against. The bottom habit is felek alkoholi bocsánatot kérni azoktól a magyar vagy nem magyar nyelvű szinten beszélő vendégeikről, akiket csalódásnak hoztuk. I would like to apologize, but it would have been almost impossible to have a proper English translation for all these documents. And this is why the majority of this exhibition, not everything, but the majority is in Hungarian. And this is the reason why I will read something which is also only in Hungarian, and I apologize. Azt szeretném mondani, hogy talán nem teljesen világos, de a kiállításnak technikailag három, valójában öt rétege van. A legkülső réteg az elhúzható panelek, azon rekonstruáltuk az 1980-as Auschwitz-i kiállítást, amit ez be is van írva röviden, ezen a három panelek. Mögötte van az 1965-ös hivatalos nevek Auschwitz-i kiállítás rekonstruált változata, amely pontosan követi az egykori kiállítást, és emögött azokban a rukamban látható mindaz, ami nem volt látható a kiállításokon, amelyeket ezekkel a kiállításokkal eltakarni és szándékoztak. Azért mondtam, hogy mégis kötvétekben már csak három látszik, mert mind az 1965-ös, mind az 1985-ös tablókon, fóliával felragasztottuk az egykori, rekkori és cenzori véleményeket, amelyek kifogásaikat fogalmaznak meg az egykori kiállítás koncepcióval kapcsolatban. És azt szeretnék mondani, mert talán az sem volt hallható, illetve ennyien volt hallható lesz, a zene is követi a kiállítás koncepcióját, egy kávés és egy cigány sirakú ének próbál felhangzani a munkás gázindító hangjai mögül. Ez csak ritkán sikerül. És ezek után engedjék meg, hogy felolvassuk egy szöveget, amelyet. Ez az alkalom nem kiállítás megnyitott. Ezt a kiállítást, ezeket a kiállításokat már megnyitott. Az első 1965-ben, a másodikat, amely a felső elhúzható panelokon rekonstruáltunk, 1980-ban. Úgy fog megnyitni, mi csupán újra alkottuk ezeket a hivatalos és állandóan szánt kiállításokat, amelyekről itt egy rövid időszaki kiállítás vár. Még a koncentrációs táborokat is elérte az állandóság, mulatóság. Mi, akik történészként, archivistaként vagy más minőségben dolgozunk itt a társadalom archívumban, úgy véljük, hogy az állandó történeti, de talán nem csak történeti kiállítások korra lejárt. Nincsen lezárható történet, egyetlen hiteles, lineáris olvasat, nincsen megtalált, végleges megoldás. Ezért rendezünk itt csak időszaki kiállításokat. Most idézni fogok. Köztudomás szerint a magyarországi zsidóságot a német és a magyar fasiszták azzal a megokolással halázták meg emberi méltóságával, rabolták meg életfenntartásának minden eszközétől, hurcolták el otthonából, és azzal a megokolással írtották ki kétharmadát, vagy talán háromnegyedét, hogy a fasizmus ellensége, a demokratikus hatalmak lelki szövetségese. Azok győzelmét kívánja és előmozdítja. A megmaradt zsidóság nem szenvedései és véráldozatok jogán, hanem éppen egy példátlan megpróbáltatások okának tudatában és a nagy eszményekhez való vérével is megpecsételt hűségének méltóságában elhárít magától minden olyan vádat, mintha a zsidóság ki akarna magát vonni a demokratikus Magyarország újjáépítésének munkájából. A nyilatkozatot, amelynek lényege az idézett passzus, idézem a Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának, a kultuszkormány által kinevezett intéző bizottságnak
mint a magyarországi zsidóság nagy részének leghivatalos szerve, bocsátotta ki 1946-ban. Alig egy évvel a háború vége után a legfelsőbb zsidó érdekvédelmi szervezet vezetősége fontosnak tartotta, hogy az úgynevezett demokratikus erők bizalmának megnyerése érdekében egyértelműen kijelentse. A magyarországi zsidóság nem a fajelméletnek, a fajgyűlöletnek, az antiszemitizmusnak esett áldozatul. Nem. Tragédiáját az antifasiszta demokratikus erők melletti határozott elkötelezettsége a szövetséges hatalmak melletti kiállása okozta. A zsidóság hivatalos képviselői sok tekintetben követve a túlélők nagy részének szándékait, visszamenőleg a háború antifasiszta győzteseinek, nem pedig a fasizmus megalázott áldozatainak akarták látni magukat. Az idézett nyilatkozattal közelebb azonos szövegű írást adott közre a magyar nyilas emigráció által működtetett hungarista mozgalom tájékoztató szolgálata 1956. októberében. Idézem. Tény, hogy a gettók ajtaját nem nyitotta fel az 1944. október 15-én bekövetkezett hungarista változás sem. A zsidóság a szovjet győzelemért imádkozott, és mint megbízhatatlan kisebbség, ugyanúgy lakat alatt maradt, mint ahogyan Amerikában is lakat alatt állott a német, olasz és japán lakosság. És ha ez érthető volt a hadviselő Amerikában, akkor miért lenne érthetetlen egy olyan országban, amely nem csak hadviselő állam, hanem hadszintér is volt együtt a idézetvége. Ez az értelmezés, a nyilas értelmezés, nem állt messze a II. Világháború tragédiájának kommunista olvasatától. A kommunista történetírás már a háborús bűnösök fölött ítélkező népbíróságok ítéletének szövegében kijelölte a zsidóságot ért katasztrófa helyes értelmezésének kívánatos irányát. Idézem. Forti Miklós és a köréje sereglet tisztek fennem hirdették, hogy Magyarország romlásának, a forradalomnak, az ország megcsonkításának a marxista szocialisták, vagyis bolsevisták és a zsidók, ami szerintük végeredményben egy és ugyanaz, az okozói. Forti maga, akárcsak barátja, Ludendorff német tábornok, és az utóbbinak protezsátja Hitler Adolf, kétkedés nélkül elhívják a Cion bölcseinek jegyzőkénye című antiszemita és szocialista ellenes tákolmány, amelyet még 1903-ban szerkeztek a cári Bográna főnökének megbízásából Nílus orosz tanács. Az orosz forradalom után ez az irak orosz ellenforradalmi tisztek révén Európában is ismerté vált, és mondhatni Bibliájára a Fortinak és a köréje sereget alantott politikusoknak és katonatiszteknek. Ennek nyomán Szegeden, Önkös Gyula, az Adravet István és társai irányításával a legféktelenebb propaganda és gyűlölködő pusztítás indult meg minden ellen, ami baloldalinak, vagy ezen egyenértékűen zsidónak volt lefújható. A népbíróság ítéletének indoklása szerint a fasiszta háborús bűnösök fő bűne, a népírtás szörnyűségeinek valódi oka az antikommunizmus volt. És ez az értelmezés végigkísérte a kommunizmus évtizedének történelmi értelmezését. A zsidó hitközség lapja az új élet, a 50-es évek elején szerkesztőségi cikkében tette magáévá a hivatalos álláspontot. Amikor május 12-én Eugene Dönis, amerikai kommunista vezető börtönbe vetették, élet, árnyékborult minden zsidó dolgozó férfi és női életére, a gyűjtőtáboron és a tászkondán árnyékbahez. Így kezdődött a hitlerista Németországban is, a vége pedig 6 millió zsidó lemészállása volt. Hitler bebizonyította, milyen bűnös kapcsolat áll fel a kommunista ellenesség és antiszemitizmus között. Eugene Dönis bebörtönzésének minden amerikai zsidó dolgozót emlékeztetnie kell arra, hogy mit is írt 1945. márciusában az amerikai hadsereg lapja, az Armutzó. Azt írta, hogy Hitler és Mussolini elsősorban a kommunistákra irányították támadásokat. A fasizmus legnagyobb ellenségei a kommunisták. Idézetében. A hivatalos értelmezés szerint nem a zsidóság a fasizmus valódi áldozata, ellenkezőleg. Az őket egy sérelmet csak arra szolgálta, állítja 1957-ből származó hivatalos megfogalmazást, hogy az osztály ellentéteket vallási ellentétek útján vezessék le. Kelet-Európában a zsidóság, a Holocaust és Auschwitz, a kommunisták és antikommunista fasiszták ideológiai harcának esett áldozatul. Az 1965. évi hivatalos magyar Auschwitz kiállítás, amely itt látható,
Itt rekonstruált 120 pagányéből mindössze 10 tagló szerepeltek az auschwitzi tragédia zsidó áldozataira utaló dokumentumok. A roma áldozatokról egyetlen szó sem esik. A kiállítás az 1919-es antikommunista fehércellula kezdődik, a népköztársaság megteremtésével végződik, a kettő között zajlik az antifasiszta kommunista ellenállás. Az általunk bemutatott legkori vélemények sokkalták a megidézett zsidó származású kommunista mártírok arányát, és javasolták, hogy egy részüket idézem, nem zsidó antifasisztákban helyettesítsék, szentelje a tárlat nagyobb teret a magyar partizánok fegyveres harcának, és hangsúlyozza még erőteljesebben az 1944. évi eseményeknek az 1919-es fehér terrorban gyökerező előzményét. Az 1980. évi második kiállítás megváltozott nemzetközi, belpolitikai körülmények között, nagyrészt Hornemű múzeumos koncepcióját követve, középpontba állította Auschwitz zsidó áldozatait, és megemlékezett a magyarországi cigányság tragédiájáról is. A hivatalos ellenőrök és lektorok azonban keveselték az antifasiszta ellenállás emlékezetét, idézem, a varsói felkeléshez segítséget nyújtó magyar partizánok szerepének bemutatását, a jelen párhuzamainak Kambodzsa meggyőző ábrázolása. A korábbinál szélesebben nyitott népfront politika szellemében 1980-ban már a történettudomány szakértői képviselői, olvashatók a falon, a magyar politikai és társadalmi felelősség hangsúlyozása helye, javasolták a német felelősség előtérbe helyezését, illetve annak kidomborítását, hogy a magyar politikai vezetés, személyesen Horthy Miklós, csak a német nyomásnak engedve, kényszerhelyzetben cselekedett. Kiállításunknak a rekonstruált tablók mögötti legmélyebb rétege betekintést enged a kor általunk jellemzőnek tartó dokumentumaival, amelyek segítségével azt a zavart szándékoztuk bemutatni, nem magyarázni, de megmutatni, amelyeket a hivatalos kiállításokkal igyekeztek eltakarni. Az első dokumentum 1945-ből, az utolsó 1989-ből, Szűrös Mátyástól való, de mindenki azt példázza, hogy az engedélyezett nyilvánosságban mekkora és milyen mély, tudatosan vagy rövidlátóan, hivatalosan vagy öncsalóan gerjesztett, történelmi zavar uralkodott. A zavart nem hatóságilag kényszerítették csupán a társadalomra. Az emberek harca a hatalom ellen nem az emlékezett harca volt, a felejtés ellen. Freud szerint az emlékezés nem választás kérdése, míg a kollektív emlékezet elméletének klasszikusa Boris Auerbach szerint emlékeink nagy részt kollektív döntések kérdései. Ami 1945 után Magyarországon történt, egyszerre volt kényszer és választás eredménye. Az antifasiszta kommunista ellenállás mítosza, a túlélő áldozatok közelműködésével született. A hivatalos ideológia, történetírás, múzeológia és propaganda szerint kizárólag a kommunista rendszer jelenthetett hatékony védelme az antikommunizmussá egyszerűsített fasizmus visszatérése ellen. Nem csupán a fasiszta volt antikommunista a hivatalos retorikában, de minden antikommunista fasisztának bélyegzett a kommunista hatalom. Generációk szocializálódnak ennek a felfogásnak a szellemében. 1989 a kommunizmus összevonása, bűneinek nyilvánosságra kerülése felkészületlenül érte a magyar társadalom nagy csoportjait. A fasizmus lényege, amiképpen ezt 1945 után tanították, az antikommunizmus, akkor miképpen viszonyuljon a társadalom ennek a bűnös rendszernek legtudatosabb, legfontosabb, legkitartóbb ellenfeléhez. 1989 után nem csupán a második világháború veszett el, legalábbis az arról szóló hivatalos történet, de a fasizmus kétségek nélküli megítélésének lehetősége is. Az antiszemita retorika, politika és ideológia nyilvános feltűnése, megütközés és kérelmet keltett 1989 után azokban a csoportokban, amelyek úgy tudták, a baloldal által emelt sziklaszilárd fal megállt parancsol majd a fasizmus visszatérésére. A fal a romhalmazállat belüli falnak bizonyult. 1999 tavaszán az akkori kormány kezdeményezésére hivatalos felkérésre készült egy auschwitzi új kiállítás forgatókönyve. Ott az epilógusban látható.
Az elnöki koncepció botrányt kavart első változata sok szempontból az 1965. évi első hivatalos kiállítás ellenképe volt. Az 1965-ös kiállítás az 1919-es fehér terrorban vélte felfedezni a fasizmus gyökerét, míg az 1999-es kiállítás koncepciója az 1919-es vörös terrorban találta meg az antiszemitizmus magyarázatát. A kommunizmus korának retorikája a horti fasizmusról beszél, az 1999. évi nemzeti jogoldal a horti rendszer demokratikus vonásai, a két totalitárius rendszer szorításában megőrzött viszonylagos függetlenségét, józanságát és humanizmusát hangsúlyozta. Az 1999-es forgatókönyv javasolta Teleki Pál fényképének és búcsúlevelének kiállítását Auschwitzban. Az 1960-as évek elejétől a világ nyugati felén a fasizmust mindinkább a holokausztal, Auschwitz-szal azonosították. A fajgyűlöletet az antiszemitizmus tekintették a fasizmus meghatározó alapvonásának, amelynek szörnyűsége a hidegháború viszonyai között is visszamenőleg igazolta a Szovjetunióban kötött antifasiszta koalíció. Az Auschwitz köré nyugaton emelt fal volt hivatva megvédeni az emberiséget önmagától, megakadályozni a fasizmus visszatérését, az emberi méltóság megalázásának lehetőségét. Az antiszemitizmus újjáéledésével szemben védtelen kelet-európaiak 1989 után fedezték fel a holokausztot, a nyugat értelmezését, amely a fasizmusban nem antikommunizmust, de elsősorban antiszemitizmus látott. Az antikommunista fasizmus helyét, mint egyetlen lehetségesnek látszó, készen talált alternatíva, az antiszemita fasizmus értelmezés foglalja el. A fasizmus és az antiszemitizmus között, mindezt Ernst Nolte 1963-ban nekem híres könyvében meggyőzően kimutatta, szoros affinitás, tehát a fasizmus és antiszemitizmus között szoros affinitás, de talán nem szükségszerű kapcsolat áll fel. Hitler hatalomra jutásának kedvestéjén a német egyetemisták igen nagy százalék a zsidó származású volt, míg Roosevelt Amerikájának híres magánegyetemei nem tanulhatnak zsidó hallgatók. Princetonban egészen 1955-ig egyetlen zsidó hallgatót sem tettek fel. Az antiszemitizmus a fajgyűlölet, emberek faji alapon számon tartása, megbélyegzése, megalázása rettenetes dolog. A fajgyűlölet azonban társadalmi méretű veszélyé, és véletlenül erre tanít a 20. század szörnyű története, a demokratikus intézmények működésképtelenségével válik. Amíg a demokratikus intézmények képesek ellátni feladatokat, addig az antiszemitizmus és a fajgyűlölet minden veszélye és rettenete ellenére elszigetelt marad. Tisztességes embernek fel kell lépnie ellene, de bölcsen gondolkodó ember nem keveri össze az undorítót, még ha az mérgező is a társadalmilag életveszélyessel. A szavaknak nincsen eredeti értelmű, hanem van, ami van, mondta Eszterházi Péter a szabad csodálatos életében. Ma az van, hogy most már itt is a fasizmus Auschwitz-ot jelent. Még akkor is, ez a kizárólagos jelentés nem kevés veszélyt hordoz magában. Ha a fasizmus Auschwitz-ot jelenti, akkor aki gesztust tesz Auschwitz áldozatainak emlékére, gondolhatnán, nem jelenthet veszélyt. Akkor, akár azt is hihetnénk, minden rendben van. Mint hogy van, ami van, a fasizmus foglalt, ezért érthető azok érzékenysége, akiket politikai ellenfeleik fasisztának bélyegeznek. Hiszen nagy többség nem akar többi holokausztot. Igaz, Szálasi sem akar. Ő csak egy zsidómentes, egészséges és tiszta Magyarország ellenfelezette volt. Ha nem történt volna meg mindaz, ami megtörtént, nem kerültünk volna ebbe a nyelvi helyzetbe, mondja Eszter. Ha nem történt volna meg mindaz, ami megtörtént, akkor azzal fejezném be ezt a bemutatást, hogy bár a fasiszta jellegzetesen antiszemita, veszélye mégis másban lehet. Abban az általa növesztett, terjesztett történelmi mítoszban, ami szerint a dekadencia, a degeneráció évtizedei után elérkezett a radikális nemzeti megújulás pillanata,
amikor a nép és természetes vezetője egymásra talál, amikor a nehézkesen működő intézmények nem akadályozhatják tovább a nemzeti akarat diagonalát. A mi kiállításunk, bár tárgya az 1945 és 1989 közötti időszak története, erre a veszélyre is utalni kívánt, ha meg a személy dokumentum.